Ez a Máté Szalkai Móricz Zsigmond iskola, csend és nyugalom honol az intézményben, még a székeket is felrakták a padok tetejére, szeptemberig talán le se kerülnek onnan. Az udvari játszótéri eszközök és a focipálya is üres, a vakáció hivatalosan is elkezdődött Máté Szalkán. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több olyan intézményt is találtunk, ahol már nincs tanítás, de a nyíregyházi ötös iskolában még csak most került fel a V betű a táblára. A legtöbb diák már nagyon várta a szünidőt. Ez az utolsó nap az iskolában, már nagyon vártuk, hogy vége legyen. Az utolsó hetek már nagyon nehezek voltak az iskolából, mert nagyon hosszúak voltak a napok, meleg volt, nagyon meleg volt a teremben. Most, hogy elkezdődött a nyár a barátaimmal, azt tervezzük, hogy nagyon sokat leszünk együtt, megyünk a strandra, megnézzük most a foci EB, ahogy elkezdődött, fogunk kijárni, megnézzük, és szeretnénk kijárni levelekre a wakeboardpályára, mert nagyon szeretünk wakeboardozni, és ott szeretnénk sok időt eltölteni együtt. A második A osztályosok is búcsúztatják az iskolát, az utolsó tanítási napon ők a felsősöktől csendesebben, de konkrét nyári tervekkel várták a vakációt. Megyünk táborba nyaralni mamához, kirándulunk. Vártad már a szünetet? Igen. Az ötvösből ma ballagtak el a nyolcadikosok, virágokkal díszített korlátok mutatták útjukat. A mai napon pedig tekintettel a ballagásra, tanítási napnak érvényesnek kell lenni, tehát 3 órás tanítási napot szerveztünk, és ezt követően kerül sor a ünnepélyes programra, és akkor holnaptól pedig kezdődik a vakáció a diákoknak. A pedagógusoknak egyelőre még nincs szünet, valamint az érettségizőknek is lesz még olyan napjuk, amikor a szóbeli miatt be kell menniük az iskolába.